Szeptember 27-én és 28-án számos érdekes program várta a városközpontba látogatókat. Szombaton a Gödöllői Waldorf közösség családünnepével kezdődő Mihály napi programsorozat keretében a gyermekek izgulhattak Süsi a sárkány kalandjain, majd este a Mihály napi tűz meggyújtásával kezdetét vette az őszi időszak, melyben a rövid nappalok miatt egyre nagyobb szükség lesz a tűz fényére. Az őszi napforduló vasárnapi eseményein a Kaláka, Gubik Petra és Szomor György, valamint Éliás Gyula Junior és zenekara lépett fel. A hivatalosan szeptember 29-ére eső Mihály napot a megszokottnál is látványosabb tűzijáték köszöntötte.